Szeretnénk, hogyha velünk együtt játszanának a szülők is, mert hogy a felnőttek is nagyon-nagyon szeretnek játszani. Úgyhogy remélem, hogy nagyon jó napot töltünk itt együtt. Szervusztok! Én annyit futottam ebbe az óviba. Kérem! Majdnem el is tévedtem. Képzeljétek el, hogy itt van valahol az én barátom, a hétfejű sárkány, és azért jöttem, mert nagyon beteg. Hallottatok róla? Nem! Gyerekek, én azért jöttem, hogy segítsek neki, mert nagyon-nagyon megbetegedett. Megtennétek, hogy velem jöttök, és együtt segítünk neki? Igen! Jó van, akkor gyertek utánam, jó? Megkeressük az én hétfejű barátomat. Képzeljétek el, hogy az én barátomnak hétfeje van. Ő a hétfejű sárkány. Szervusztok, gyerekek! De sokat aludtam, és olyan beteg vagyok. Szervusz, sárkány! Képzeljétek el, ide van írva, hogy ezt a sárkány fejet Fricinek hívják. Fricz? Megjegyezzük, ő a Fricz. Köszönjük neki. Szia, Frici! Mi lehet Fricinek a baja? Beteg! De mi lehet a baja, ha így ránéztek? Náthás ez a Frici. Mi történhetett vele, hogy náthás? És szerintetek miért fázott meg? Mert itt van sokat az őben. Mert milyen évszak van most? Ősz. Ősz van, és ősszel mit kell csinálnunk? Melegebben. Így van, melegebben kell felöltöznünk, ugye? Kell sapka meg sál. Igen. Hú, hát amilyen hideg volt ma reggel, bizony, kell ám a sapka meg a sál. És nézzétek, a Frici szerintem nem öltözött fel rendesen, és náthás. És mit tehetünk? Mi hogy segíthetünk a Fricinek? Meggyógyítjuk. Meggyógyítjuk, de elmesélhetjük neki, hogy nagyon fontos, hogy mindig jól kifújja az orrát, ugye? Mibe fújjuk az orrunkat? Zsebjelbe. Papír zsebibe. És mindenki tud egyedül orrot fújni? Igen. Biztos? Mindenki? Igen. Szia, Benő! Mi baja lehet Benőnek? Lyukas a fogak. Gyerekek, hát ide jövök, megnézem így is. Hát micsoda fekete lyukak vannak a fogán ennek a Benőnek. És szerintetek miért lettek ezek a lyukak? Mert nem mosott rendesen fogá. Igen, meg még mitől? Mi tehetett sok? Édeséget. Hát biztos, sok cukorkát, meg sok csokoládét evett, ugye? Igen. Aztán nem mosott rendesen fogad, vagy lehet, hogy nem is mosott. Benő, ismered a fogkefét? Bizony, fogkefével. És hogy mosunk fogad, gyerekek, a fogkefével? Én tudom, megfogom a fogkefét, rányomom a fogkrémet, beveszem a számba, lenyelem a fogkrémet, és megrágom a fogkefét. Nem. Nem, nem így mosunk fogad? Nem. Hát hogy kell fogadni? És amikor mindenhol jól megdörzsöltük, akkor ki jön? Bizony. És háromszor, legalább háromszor mosunk egy nap fogad, ugye? És mi, mikor gyümölcsöt eszünk, utána itt az óviba szoktunk fogad mosni. Mert a doktornéni azt mondta, hogy gyümölcsevés után csak egy órára szabad fogat mosni, igaz? Na Benő, hallottad? Sokat kell fogat mosnod neked is, mert aztán kihullik a sok fogad. Új, milyen hangokat hallottad én itt. Szervusztok, gyerekek! Szervusz, Artúr! Az a neve ennek a fejnek. Artúr, szia, Artúr! Szervusztok! Mi lehet a baja Artúrnak? Köhög. Köhög, és milyen fáj szerintetek? A torka. A torka, piros a torka. És szerintetek mitől lehet ez? Ehetett ő sok gyümölcsöt meg zöldséget? Nem. Sok vitamint? Nem. Tehát
szálat, mikor kiment a hideg időbe? Nem. De nem ám. Artúr, vigyázz magadra, és sok vitamint kell lenned, ugye gyerekek? Igen. Új, de álmos vagyok. Milyen hangok vannak itt? Bárányimos! Szervusztok, gyerekek! Látjátok, hogy én hogy nézek ki? Igen! Szervusz, Bruno! Szia, Bruno! Mi baja lehet Brunónak? Bárányimos! Hát himlős, nézzétek meg, milyen pöttyös le. Brunónak mit tudunk mondani, hogyha már egyszer kijöttek a pöttyei? Mit nem szabad vele csinálni? Nem szabad vakarni. Bruno, nem szabad vakarni a pöttyöket, mert aztán később azok meglátszanak, ugye? Igen. Nem szabad. És neki is mit kellett volna többet enni? Vitamin. Több vitamint kellett volna enni. Ez így van. Szerfusztok, gyereket. Nézzétek, milyen piros az arcom. Lázas. Na azért ilyen piros az arca. Nagyon lázas szegényke. Hogy nem vett kabátot, meg sapkát. Ő sem öltözött fel rendesen. És szerintetek moshatott rendesen kezet? Nem. Hogy belejutottak a szájába bacillusok, ugye? Igen. Igen. És aztán attól belázasodott. És szerintetek hogy kell helyesen kezet mosni? Én tudom. Oda megyek a csaphoz, megnyitom a csapot, aládugom a kezem, és futok megtörölni. Nem így kell kezet mosni? Nem. Hát hol? Rátesszük, ugye? Mert én csak aládugtam, de kell szappan is, mert rányomjuk a szappant a kezünkre. Jól megdörzsöljük, utána itt az ujjaink között is jól megdörzsöljük. Aztán a kezünk fejét is megmossuk, a balt is, a jobb kezünk fejét is, még egyszer. Lemossuk róla a szappant, és a mosdónál lerázzuk róla a vizet. Nem folyatjuk végig, lerázzuk a vizet, és jó szárazra töröljük. Nézzétek csak, milyen beteg vagyok. Gyerekek, mi történhetett ezzel a sárkánnyal? Sziasztok! Megfázott a fülünk! Hát a hideg időben bizony a fülünk is megfázhat, begyulladhat, és bizony ilyenkor Kázmér sapkát kellene tenned. Hol van a kalapod? Volt egy gyönyörű kalapjám Kázmérnek. Jaj, hallottam, milyen beteg az én hétfejem, és itt vagyok én, nézzétek csak! Nagyon fontosnak tartjuk óvodákban az egészséges életmódra nevelést, és ez a hetünk ez erről szól. Minden témával kapcsolatosan foglalkozunk a gyerekekkel, játékosan természetesen. Az egészséges táplálkozásról, a tisztálkodásról, a szelektív hulladékgyűjtésről és a mozgásról szól ez a hét. Ezzel próbáljuk a gyerekeket már most felkészíteni arra, hogy igenis milyen fontos az egészséges táplálkozás és a mozgás a mai világban. És én úgy gondolom, hogy a gyerekeken keresztül egy kicsit a szülőket is neveljük ezzel. Előző napon rajzoltunk a gyerekekkel zöldségekről, gyümölcsökről nagy képeket, és én ezt felszabdaltam, és most pázléznak éppen. A kicsiknek természetesen más feladatot adtunk, nekik szín szerint kell válogatniuk, hiszen ők még nem igazán ismerik a színeket, és ez neki kihívás. Mi következik majd még ezután? Milyen feladatok lesznek? Ellátogatunk Őszanyó egészségboltjába, ott megint beszélgetünk a zöldségekről, gyümölcsökről, hisz nagyon fontos, hogy a gyerekek tudják a nevüket, tudják, hogy mire is használjuk ezeket, és hogy sokat kell belőle fogyasztani, ezért ez a téma többször előjön a mai napon. Fókhagyma! És szerintetek ez zöldség vagy gyümölcs? Zöldség! A zöldségfélékhez soroljuk, így van. És akkor mutatom a követ. Ez micsoda, gyerekek? Hagyma! Újhagyma! Óréhagyma! Így van, gyerekek! És utána pedig közös barkácsolás lesz a szülőkkel. Próbálunk hétfejű, egyfejű, kétfejű sárkányokat készíteni a zöldségekből és a gyümölcsökből.
Mennyire jellemző egyébként, hogy a hétköznapokban, amikor nem egészségnap van, akkor is van a csoportban zöldséggyümölcs? Szerdán van gyümölcsnapunk, a szerdőnapunk a gyümölcsnapunk, és ilyenkor a szülőktől mindig kapunk gyümölcsöket, és ezt megpróbáljuk elosztani a hét napjaira. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a gyerekeink tényleg jól el vannak látva ilyen szempontból. És még azt hadd mondjam el, nagyon fontos, hogy próbáljuk a gyerekekkel az ételeket megkóstoltatni. Nem igazán, vannak olyan ételek, amiket nem igazán ismernek, vagy nem szeretik a főzelékeket, és olyan jó érzés, mikor évvégére, vagy esetleg nagy csoportra már eljutunk odáig, hogy a gyümölcsöket megkóstolják, a főzelékekbe belekóstolnak, még ha nem is eszik meg mindet. Ezt úgy gondolom nagyon fontos. Mennyire jellemző, hogy kevesebb a megbetegedés a gyerekek körében, mert hogy nagyon sok zöldséget és gyümölcsöt fogyasztanak? Azt gondolom, hogy sokkal kevesebb. Sokkal kevesebb, és erre már még a mozgással is rásegítünk. Nagyon sokat tartózkodunk az udvaron, szabadjátékon, és hát a mindennapos testnevelés is része az életünknek, meg hát a minden heti testnevelés foglalkozásunk is. Mi a vélemény ezzel a nyílt nappal kapcsolatban, amelynek a fő témája az egészséges életmód? Hát én nagyon hasznos dolognak tartom azt, hogy a gyerekek itt a csoporton belül is találkozhatnak játékos keretekben. Én is otthon úgy próbálom őket, hogy játékkal így a kézmosásra, illetve ugye az egészséges ételek fogyasztására. Meg nekem nagyon fontos a szabadba való tartózkodás. Ők szeretnek mozogni, sokat például azt is játékosan leveleket gerebjézünk közösen, és akkor a kupacba lehet egy kicsit még ugye játszani, tehát én ezt tartom fontosnak. És miért tartotta fontosnak, hogy itt legyen ezen a mai napon? Mit figyel most? Így a gyerekekkel még több időt tudok együtt tölteni, és szintén a játék, ami fontos, hogy ez is egy játék. És a közösség, ami fontos még a kapcsolatteremtés, szülőkkel való ismerkedés is, ilyenkor az még könnyebben létrehozható. Nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekek egészségesen éljenek, meg természetesen a kisfia miatt, aki nagyon-nagyon örült annak, hogy itt vagyok ma. Hétköznapokban otthon hogy tudják megvalósítani, hogy egészségesen étkezzenek a gyerekek? Hát próbáljuk betartani mindazt, amit Jutka néni tanít nekik, a fogmosás, a zöldség és a gyümölcsfogyasztás. A gyümölcsnapra készülöttünk ma is, és zöldségeket is kitettünk ma. És milyen játékok voltak eddig? Eddig olyan játékok voltak, hogy a sárkány beteg volt, és az esvei sárkánnyal meggyógyítottuk. Melyik a kedvenc gyümölcsöd? Mit szeretsz nagyon? A mandarint, meg az almát, meg a banánt. No, és te? Én a dinnyét szeretem. És szerintetek mit tanultatok a mai napból? Mi a legfontosabb üzenete ennek a mai napnak? Hogy sok gyümölcsöt kell enni, nem az édességeket. Melegen fel kell öltözni, mert most már hidegebb az idő. Ti annyira ügyesek és segítőkészek vagytok, és akkor én most úgy megnyugodtam, és akkor most mehetek vissza utamra. Elköszönünk egymástól, jó? Jó. Szervusztok, Cirmisel! Szia! Szervusztok! Legközelebb is majd ellátogatok hozzátok, okay. Jó? Szia, vigyázzatok magatokra, és egyetek sok zöldséget és gyümölcsöt. Szervusz barátom, éppen is sárkány. Sziasztok! Szia! Szia!